Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Épül, szépül a Harangudi víztározó melletti terület Nagykálóban. Erről is szó lesz a mai műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Petkupa, 15 tonna hulladéktól mentesítették a Tiszát. Nagykálói fejlesztések, több beruházás folyamatban van a városban. Igen, után mégsem. 2021-ben rekordot döntött a válások száma. Bár kevesebb csapat vett részt, minden eddiginél több szemét gyűlt össze a jubileumi felsőtiszai PET-kupán. A 12 önkéntes egység összesen 15 tonna hulladéktól mentesítette a Tiszát Cigánttól Tiszadadáig. A hulladék válogatása és a szállítása az elmúlt napokban is zajlott. ...2880 zsák hulladékot sikerült kiemelni a Tisza árteréből. Ez nagyjából a korábbi begyűjtésekhez képest olyan 15 tonnára tehető. Ez egy nagyon nagy szám. A tavalyit fele ennyit, tavalyi kupán fele ennyit szedtünk, ugye egy teljesen más szakaszon. A Tokaj alatti részen csak egyszer voltunk az első 10 évben, ez volt a második, és a rekord Tokaj és Tiszaladány között volt, egy nap alatt, 5 folyamkilométer alatt gyűjtöttünk több mint 5 tonna hulladékot. Ugye itt arról van szó, hogy a Bodrog a Tiszában Tokajnál egyesül, és mivel Bodrogon ugyanúgy az Ung és a Latorcán keresztül éri el Kárpátalját a folyó, ezért a Kárpátaljáról érkező hulladékok nagy mennyiséget a Bodrogban is érkeznek a Tiszán kívül, csak a Tiszán ugye Vásárosnaménynál van egy kivételi pont, ezért az már egy fokkal kevesebb hulladék az, ami ténylegesen leérkezik Tokaj környékére. Ugye Tiszadadán volt most a végállomásotok, ez mennyire volt új helyszín a csapatnak, illetve mi az, ami itt történt az utolsó napokban? A legkülönlegesebb része a kupának az ágy zsilipelés volt. Ugye ez egy teljesen új műfaj, soha nem zsilipeltünk még. 12 hajó, 50 kenú, 200 fő betuszakolódott a zsilipbe, és együtt süllyedtünk 5,5 métert a zsilipen belül, majd aztán kinyílt a zsilipkapu, és kirajzott a flotta. Ezekből gyönyörű képek is készültek, hiszen azért ennyire együtt sosem sikerül elindulnunk, még az bármelyik indulásnál. Tehát ez egy nagyon különleges pillanat volt. Énekeltünk, beszélgettünk a zsilipben, miközben eresztették le alulunk a vizet, tehát egy hatalmas élmény volt. Illetve hát Dadán a beérkezés is fantasztikus volt, egy nagyon jó hangulatú záró eseményünk volt, ahol minden egyes résztvevő uszadéfából kapott egy díjat, úgymond, egy részvételi díjat. Természetesen az első 3 helyezetten ugye kupát kapott, illetve a PET kupát idén a Siemens Energy nyerte, aki ténylegesen az Asztakeservit érték őrző egyesület jóvoltából már évek óta készítenek hulladékból különböző kupákat, illetve szobrokat. Az ő kupájuk az, amit átvehettek szombat este a csapat, illetve hát ők lettek a Tisza hősei is, tehát az, ami az egyfőre jutó legtöbbet gyűjtött csapat, hatalmas mennyiséget, csak ez a csapat egyedül majdnem több mint 4 tonnát gyűjtött össze, ami nagyon kimagasló eredmény. Nagyon megtolták a fiúk ezt a hetet. Az elmúlt években rengeteg mindent találtatok a folyókban, illetve az árterekben, nem csak PET palackot. Idén volt valami különlegesség, vagy mi az, ami idén előkerült? Különlegesség nem volt idén, ugyanazokat találtuk, amiket a korábbi években is találtuk, tehát rengeteg PET palackot, viszont kevesebb üveget, hiszen a felső folyásokon inkább a határhoz közeli részeken szoktuk nagy mennyiségű üveget találni, vagy a Bodrogon. Ugye ezen lejjebbi szakaszokon már azért nem annyira jellemző az üveg.
Viszont ugyanúgy a papucsok, a különböző játékszerek, baba alkatrészek, injekciós tűk, illetve hát néha dögök is előkerülnek, ami nem annyira jó, de mondhatni, hogy a hulladékunknak a 70-80% az még mindig a PET palack. Most, amikor kint voltunk nemrég megnézni titeket, akkor azért láttam, hogy nagyon sok fiatal is részt vesz a PET kupán, és ugye 10 éve tart, már majdnem egy generáció felnőtt veletek. Mik a tapasztalatok? Mennyire tudtok hatni így a fiatalokra? A PET kupán résztvevők körülbelül negyede kiskorú, tehát 18 év alatti. Ez nekünk nagyon-nagyon tetszik, és mindig is támogatjuk azt, hogy minél több gyerek vegyen részt. Van olyan csapat, akinél több mint 10 gyerek vett részt a küzdelembe, ami ugye azt nézze, hogy ők lesznek pár év múlva döntéshozói helyzetben, vagy az ő szemléletük az, ami meg fogja határozni a világ képét. Így ez nagyon fontos, és azt látjuk, hogy ezek a fiatalok, akik eljönnek hozzánk, azok úgy mennek el, hogy tenni akarás, új megoldások keresése van bennük, és ezt nagyon jó látni. Van egy ápos csoportunk, utánpótlás csoport, a felnövekvő nemzedék, akik már olyan szervezettséggel vesznek részt a kupán, mint hogyha ők is a szervezőknek a részei lennének, tehát mindenki megtalálhatja magát fiatalon közöttük, illetve hát reméljük, hogy ugye ahogy mi kiöregedünk, és ők fölnőnek, akkor pár év múlva átveszik majd a stafétát, és viszik majd a PET kupát. Persze, hogyha közben megoldódna a hulladékhelyzet, és nem jönne ennyi PET palack a Tiszán, meg az egyéb folyóinkon, hát az lenne természetesen a legjobb, de ha mégis marad ez a helyzet, akkor azt gondolom, hogy megtettünk mindent, hogy az utánpótlásunkat megtaláljuk. PETKUPA folyamatosan várja az önkénteseket, petkupa.hu honlapunkon lehet jelentkezni különböző akciókra. Itt vannak csapatépítők, szemléletformáló akciók, hiszen van egy nemzetközi Erasmus programunk, ami pontosan gyerekekre szabtak, tehát a gyerekeknek az érzékenyítését, szemléletformálását tűzte ki magának. Itt animátorok dolgoznak a részünkről, illetve téli takarítások, őszi takarítások, csapatépítők, különböző kiskörén válogatásokra tudjuk fogadni azokat, akik bele szeretnének szagolni ebbe a munkába. A következő feladat a Bodrogi PET Kupa, ami ugye Sárospatakról indul majd szeptember legelején, és hát a Bodrog van most olyan állapotban, mint 10 évvel ezelőtt a Tisza, vagy hát ránézésre, jellegre. Bárhol kiszáll az ember, akkor az ártérben, akkor palackot talál. Természetesen az önkormányzatok nagyon sokat tesznek azért, hogy a környezetüket megóvják, így aki a Bodrogon látogat, ebből semmit nem fog észrevenni, vagy a Bodrogon hajózik, hiszen az ártérben eldugott helyeken kerül ki ennek a szennyezésnek a legnagyobb mennyisége, hiszen a vízügyi szakértők nagyjából 100 tonnára becsülik azt a mennyiséget, ami most a Bodrogi ártérben van. A közelmúltban megújultak a harangudi tározó melletti épületek, a helyszínen pedig egy ökoturisztikai centrumot is építenek, emellett más fejlesztések is megvalósultak és folyamatban vannak Nagykállóban. Erről kérdezem Horváth Tibor polgármestert, jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Kezdjünk akkor turisztikával, Haranguddal. Ugye részben a Kölcsei Televíziónak van ott beruházása, részben pedig önkormányzati fenntartású épületek vannak ott. Beszéljünk az önkormányzatiakról. Mi az, ami a mostanság megújult, akár a múltak, ebben az évben? Köszöntöm én is a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást.
Ez tavaly indult el a közfoglalkoztatási program keretében, ugye nyújt lehetőséget arra, hogy önkormányzati épületeknek a felújításával is foglalkozzunk, és igazából ez a helyi sajátosság programjába beleillik, ugye a faj épületeket, ez az Eckler által tervezett építményeknek a külső héjazatát tudjuk cserélni, ami ugye energia és költségigényes, úgyhogy ez egy óriási segítség a kormány részéről, hogy ezt beletehetjük a programunkba. Tavaly átfedésre került már az információs épület, idén pedig a szövőház, illetve a kültéri mosogatóknak a burkolás, és ezt szeretnénk tovább vinni. Reméljük, hogy a program marad, és jövőre is tudunk ebben tovább lépkedni, így nem igényel külön forrás, nem igényel pályázatot, úgyhogy ez nagy érték nekünk, és igyekszünk megóvni az állagát a épületeknek, illetve hát amellett meg folyamatosan próbáljuk ápolni, és új eszközöket, új kukákat gyártunk, meg egyéb dolgok, de az már csak a fenntartó non-profit Kft. Hatásköre, vagy privilégiuma ez a apró fejlesztések. Hiába van nyár, azért történnek a fejlesztések dolgok Nagykállóban. Beltörölti utak kaptak új aszfaltot. Melyek ezek pontosan, és milyen szempontok alapján jelölik ki, hogy hol tudnak korszerűsíteni? Ugye ez egy, ami most aktuális, és nagyon szépen lett kivitelezve, ez két útszakaszról beszélünk. Ez egy régi hiányosság volt, a Kállai Miklós út, korábbi Kállai Éva útnak a végén hiányzott egy körülbelül 200 méteres szakasz, a összeköttetés ennek a Kállai Miklósnak és a Balassi útunknak, úgyhogy ez valósult meg, illetve egy nagyforgalmú belvárosi útszakasz, ez a Hunyadi út, ugye aki Nagykállóban jártás, ez az Árpád út, a belváros tényleg, belvárosnak a párhuzamos útja, ugye egy irányú mind a kettő, és ez került felújításra, hát ez egy komolyabb munka volt, itt ugye patka, szegélykőcsere, aknafedők, új aknafedők kerültek kiépítésre, ahol a szakemberek, illetve a mérnök úr úgy ítélte meg, hogy nem jó helyen van, vagy az esése, vízesése nem oda indokolná, úgyhogy újak is kerültek ki, és ezáltal tényleg egy rendezett, szép környezet lett itt a Hunyadi. Gondolom van ebben a szakaszban még feladat, tehát van még utat korszerűsíteni, meg újat építeni. Hogy áll most ebben Nagykálló? Az igazság, hogy én bármikor járok autóval Nagykállón, úgy érzem Nagykállóban, hogy mintha a megyeszékhelyen lennék. Tehát a forgalom az legalább akkora. És a két város között meg főleg, tehát óriási a forgalom. Igen, jelentős a főútjainkon, ami ugye azért többségét tekintve közút fenntartásában van. Én azt gondolom, hogy eddig jó viszonyt ápoltunk a közúttal, és azért ők is látva ezt a nagy forgalmat igyekszenek viszonylag időben reagálni az esetleges problémákra. Mi pedig ugye folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. Ugye ez, amit az előbb említettünk utakat, ezt a tavaly a kormány által a hazai forrásként a belügyminisztérium által került kiírásra pénz, abból valósítottuk meg, ennek a másik fele lesz majd, ami hamarosan elindul a ravatalozó épületének a komplett felújítása, és figyeljük a pályázati lehetőségeket. Sajnos vannak nagyforgalmi útjaink, ami önkormányzati és komolyabb felújítást igényelne. Közmunka programban ugye igyekszünk szinten tartani, aztán várjuk a lehetőséget, aztán most azt gondolom, most mindenki úgy van vele, hogy kicsit igyekszünk tartalékolni és óvatosan költekezni, hát nyilván majd ezt látjuk, ha nincs pályázati forrás, azért van, amihez hozzá kell majd nyúlnunk. Ja, ha már forgalomról volt szó, rengetegen dolgoznak, akár Nagykállóban, akár ott a környékén, ebből kifolyólag igény volt a bölcsődére is. Egy nagyon színvonalas bölcsőde készül Nagykállóban. Mit kell erről tudni, és hogyan áll most?
Igen, ez egy érdekes, hogy mennyire változik a világ, amikor ez a bölcsődei pályázat benyújtásra került, ugye az még az előző ciklusban, az előző polgármesterrel, mégis ők nyújtották ezt be. A döntés már ebben a ciklusban született meg, akkor még térségi bölcsödeként került benyújtásra. Ugye a fejlődés átka, hogy ugye a térségben már nem nagyon van rá szükség, ugye megvalósult már Kálóseményben, megvalósult Biriben, úgyhogy ezt a térségi szerepét ilyen szinten elvesztette, de a másik oldalról viszont nagyon jó szívvel gondol rá az ember, hogy Nagykállóban is meg fogjuk tudni valószínűleg tölteni. Lényegében az épület már elkészült a nyár elején, ugye folyamatban vannak a papírdolgai, engedélyezések, azt gondolom, hogy aki hatóság eddig kint volt, mindenki pozitívan értékelt. Egyébként egy nagyon magas műszaki tartalommal megvalósult bölcsödéről beszélünk. Rendkívül jó helyen van, könnyű megközelíteni. Igen. Nyilván ez egy alulhasznosított terület is volt, korábban egy parkoló volt, de ugye nem nagyon volt kihasználva, akkor még ez a parkoló a régi városházához kapcsolódóan gondolták, hogy majd összekötődik, és akkor ki lesz használva, ez nem jött el, ugye hamarabb épült meg az új művel, vagy új városháza, és lényegében bent van a belvárosban, jól megközelíthető, és egy nagyon jó felszerelt szép bölcsöde lesz. Különlegessége, hogy egy olyan speciális foglalkoztató szoba van fent, ami egyben nyitva akár 50 négyzetméter is, kicsit több mint 50, de lehet szeparálva akár két külön foglalkozást, fejlesztést tartani, úgyhogy igyekszünk majd kihasználni, megvannak az új kolléginák. Lehet már jelentkezni egyébként rá? Igen, folyamatban van, ugye már volt egy igényfelmérés korábban is, hogy nagyjából lássuk a létszámot, de nyilván ugye, mint szülő én is azt gondolom, hogy ugye nagyon fontos az, hogy megnézi az ember, hogy kihez viszi, vannak kötődések, ugye korábbi bölcs is, a testvérke oda járt, ilyesmi, úgyhogy már most a múlt hét óta publikus az, hogy kik lesznek a új dolgozók benne, milyen csoportok, hogy alakultak ki a gondozópárosok, és most már így felpörgött a jelentkezés is, mindenki tudja, hogy hova szeretné vinni a gyerekét. Nagyon fontos emellett elmondani, hogy a régi bölcsőde, ami kis térségi fenntartású, az is menni fog tovább. Ugyanúgy remélhetőleg létszám alapján a két csoportot ott is meg fogjuk tudni tölteni, az újba pedig három csoporttal várjuk majd a gyerekeket és szülőket. Bizonyára lesznek sokan, akik kerékpárral fognak közlekedni, hogyha az időjárás megengedi, mindezt csak azért hozom szóba, mert kerékpárút fejlesztés is van Nagykállóban. Most jelen pillanatban ugye ebben az évben került átadásra, ez volt az utolsó, amit a Napkor felé, ez egy hiánypótló beruházás volt, lényegében összekötésre került a Napkor Nagykálló kerékpár útszakasz, innentől kezdve ugye most már teljesen biztonságosan járható ez az út kerékpárral is. Nagyon sokan járnak ki egyébként sport célból is, nem csak dolgozni, vagy munkába járni használják, és emellett van tervben egy komolyabb beruházás, ugye itt a Nyíregyháza Nagykálló kerékpárút, amiben azt gondolom, hogy a tervezési dolgok során már az világossá vált, hogy inkább ez a Nyíregyháza kompetenciája lesz, vagy hozzájuk tartozik, ők adták meg az irányvonalat, de ebből egy kis darab azért mégis fontos lehet nekünk. Ugye ez korábban volt egy javaslat, miszerint alul nagyszállás felől lehetne a Birkettanyán keresztül becsatlakozni az új Napkori kerékpárútra, és érinteni a Kölcsei TV-vel, TV által megvalósítandó ugye látogató központot. Ez volt egy irány. A döntéshozók jobbnak látták, hogyha maradnak kint a főúton és a már meglévő kerék, Nyíregyháza Nagykálló között meglévő szakaszt kötnék össze Nyíregyházával, de ennek a
találgatásnak volt egy kis haszna, mert ezáltal viszont eléggé előre haladott állapotban van a Harangodi tavon egy kerülő kerékpárút, ami a napkori kerékpárutat teljesen az Arany János úttal, a Kiskálói kerékpárúttal összekötné, és ugye ennek a varázsa az, hogy lényegében onnan el lehet jutni akár Máriapócsra, Nyírbogátra, és majd később ugye Nyírbátorba, úgyhogy ez egy számunkra nagyon fontos, illetve én azt gondolom a látogatóközpontnak, és klasszikus turista értéket tudnánk teremteni, ki tudnak járni körbeteken. Nem mondom, hogy egy Tiszató, mert nyilván azért a tónak az adottságai teljesen mások, de kicsiben egy Tiszatóhoz lehetne ezt hasonlítani, ha megvalósul majd. Még egy kérdés, ugye most nyár van, sokan pihennek, önnek nyilván ez kevésbé adatot meg, hiszen polgármesterként biztos rengeteg dolgokat, de mi vár még önökre ebben az évben? Ugye sokan tartanak attól, hogy az emelkedő energiaárak, amiket ön is említett, azok megnehezítik nem csak a családok, hanem az önkormányzatok életét is. Milyen lesz ez az ősz meg ez a tél, hogy látja most? Hát külön választanám, én azt gondolom, hogy a lakosságról és az önkormányzatiságról beszélve, hogy a lakosságnak nyitott szemmel kell járnunk, figyeljük a változásokat, és az önkormányzat saját berkein, én azt gondolom, a szociális segítségnyújtással készen kell állnunk arra, hogy tudjunk módosítani, tudjunk alkalmazkodni majd a megváltozott körülményekhez. Szerintem még mindenki csak találgat, hogy mi is lesz, mennyire fogja ez érinteni a lakosságot. Lesz a fa, nem lesz, én a gáztól nem félek, hogy nem lenne, én azt gondolom, hogy a kormány azért gondoskodik rólunk. Úgyhogy ez az egyik fele, én azt gondolom, hogy készek vagyunk arra, és van tartalékunk, hogy ha tényleg nagy baj van, segíteni tudjunk. Az önkormányzati szinten pedig üröm az örömben, hogy minket már ez annyira nem lep meg, mert sajnos eléggé balul sikerült közbeszerzésünk van energia hordozóügyben, úgyhogy a gázunkat, villanyunkat elég magas áron vettük, úgyhogy nekünk nem jelent most ez egy extrém növekedés sajnos, de alkalmazkodnunk kell, van benyújtva pályázatunk energetikára, abban nagyon bízunk, mert sok intézményünknek nagy segítség lenne, hogyha napelemmel tudnánk fejleszteni, hát illetve ha jövőről beszélünk, akkor szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy a legkomolyabb feladatunk, és amire a leginkább vágyunk és várunk, az a rendezvényházunk, ugye a műfázat helyettesítendő rendezvényházunk, amit azt gondolom, hogy egy nagyon jó, magas tartalmi értékeléssel rendelkező pályázatot nyújtottunk be, és ennek várjuk az eredményét, illetve szeretnénk mi hamarabb a már folyamatban levő pályázatainknál a kivitelezéseket megvalósítani, hogy nehogy tényleg esetleges még jobban elszabaduló árak ugye megakadályozzák ezeknek a megvalósítását. Itt szociális bérlakást kell építenünk, közösségi házat fejlesztünk, úgyhogy egy kicsi utat építünk, majd még inkább ez csak egy felújítás, úgyhogy nagyon sok feladatunk van. Hát várjuk, és nyitott szemmel járunk, aztán igyekszünk majd alkalmazkodni a körülményekhez. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, polgármester úr. Köszönöm a meghívást. Magyarországon 2021-ben 72 ezeren mondták ki a boldogító igent, ami a legmagasabb szám az 1980-as évek óta. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint azonban 5 éves rekordon döntött a vállások száma is ugyanebben az évben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 4000 pár házasodott össze, ám valamivel több mint 800 frigyet bontottak fel a bíróságokon. A témáról a KSH népesedési statisztikai osztályának osztályvezetője adott részletes tájékoztatást. A 2021-ben 72 ezer számszerűen 70.030 pár állt anyakönyvvezető elé. Ez valóban 1986 óta a legmagasabb érték Magyarországon, de valóban érdemes egy rövid kitekintést tenni, hogy hogyan is alakult a házasságkötések száma az elmúlt évtizedben. Magyarországon a 70-es évek közepén a házasságkötések száma meghaladta az évi 100 000-et, és hát erről a szintről indult el egy több éven át tartó csökkenés,
amelynek 2010-ben egy mélypontját értük el. 2010-ben mindössze 35,500 pár kelt egybe, és hát ez jól látható, hogy az 1970-es értéknek mindössze egy harmadát jelenti. Innen erről a mélypontról történt aztán egy kedvezőbb irányú elmozdulás, amelynek eredményeképpen szép lassan emelkedni kezdtek a házasságkötések száma. 2016-ra 50 ezer fölé, 2019-ben pedig már 65 ezer fölé emelkedett a frigyek száma. Részben a családtámogatási intézkedések eredményeként tovább folytatódott a növekedés, és 2021-ben már több mint 72 ezer pár kelt egybe, és ez az érték 7,4%-kal volt magasabb, mint az egy évvel korábbi 2020 évi. És ahogy említettem, ez egy majd 35 éves rekordot döntött meg. Ezek ugye országos adatok, amikről most beszéltünk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hogy alakultak a számok? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is az előbb említett országos trendhez hasonlóan alakultak a házasságok számai. Nyilvánvaló, hogy azért nem minden évben ugyanúgy és pont ugyanolyan mértékben történtek ezek a változások. Hogyha a 2021-es évet nézzük, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4189 pár állt anyakönyvvezető elé. Ez mindössze 3%-kal magasabb, mint a azt megelőző 2020 évi, és hát a tavalyi évet jellemző emelkedés azért elmaradt az országos szinten mért 7%-os növekedéstől. Ehhez hasonló növekedést még Bács-Kiskun megyében mértek 2021-ben. Érdemes persze azért azt is megnézni, hogy a házasságkötések száma az adott területen élő népességhez hogyan viszonyul, és hogyha a népességszámhoz nézzük a házasságkötések számát, akkor 2021-ben Szabolcs megyében az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma 7,7 ezrelékes volt, és ez meghaladta az országos 7,4-es ezrelékes mértéket. Nyíregyházára is vannak adataink. Itt azt kell tudni, hogy a megye átlagához képest is kismértékben alacsonyabb 2,6%-os növekedés történt 2020-ról 2021-re, és ez számszerűen 836 házasságkötést jelentett. Ennyien mondták ki a boldogító igent Nyíregyházán. Viszont, hogyha jók az információim, akkor nagyon sok volt a válás is emellett. Itt milyen trendek mutatkoztak az elmúlt években? A válások számának alakulásánál is érdemes hosszabb távon megvizsgálni, hogy hogyan alakultak a válások trendjei. Az ezer forduló utáni első 10 évben évi 24-25 ezer körüli válásszámot regisztráltunk, és az évtized végétől indult el egy csökkenő trend. Ennek eredményeként 2014-ben 50 év után először 20 ezernél kevesebb házasságot bontottak fel. Az ezt követő években kisebb-nagyobb ingadozásokkal tarkítva, de alapvetően egy csökkenő trend érvényesült. A COVID-járvány első évében, 2020-ban mindössze 15 ezer válást mondtak ki, ami egy 15%-os csökkenést jelentett az azt megelőző évi értékhez képest. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez a 2020 évi alacsony esett számot nagy mértékben befolyásolta az a körülmény, hogy a COVID-19 járvány miatt a bíróságok több hétig ítélkezési szünetre kényszerültek, és ez nagyon jól látszik a válások havi számának alakulásában, különösen a 2020 tavaszi esett számuk estek vissza nagyon-nagyon nagy mértékben. A 2021 évi válásszáma, ahogy ön is említette, a 2020-hoz képest egy jelentősebb 21%-os növekedést mutatott, összességében 18 ezer esetben mondták ki a házasságok felbontását a bíróságok.
Ehhez tudni kell azonban, hogy az előbb említett 2020 évi bázis nagyon alacsony volt. De ezzel együtt ez a 2021 évi érték 2017-ben volt ettől magasabb az akkori 18,5 ezres házassággal. Talán még annyit érdemes megemlíteni, hogy a 21 évi emelkedés részben azért annak is a következménye, hogy a 2020-ban betervezett vállások egy részét a járványhelyzet miatt, tehát az előbb említett bíróságok ítélkezési szünete miatt csak 2021-ben tudták véglegesen kimondani, tehát a vállások egy része elképzelhető, hogy 20-ról átcsúszott 21-re, és a statisztikában nekünk a bírósággal által kimondott jogerősítélet az, ami a vállások évét egyértelműen meghatározza. Az előbb említett országos trendekhez hasonlóan alakult Szabad-Szatmár megyében is a vállások száma. A mértékében itt is vannak azért eltérések. 2021-ben Szabolcs-Szatmár megyében 811 házasságot bontott fel a bíróság. Ez 11%-os emelkedést jelent 2020-hoz képest, és a 21%-os országos átlaghoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekménye jóval kisebb mértékű volt. Ha külön megnézzük a megyeszékhelyt, Nyíregyházán 2021-ben 251 válás történt. Ez az érték, ez egy 20%-os emelkedés 2020-hoz képest, úgyhogy a válások emelkedése Nyíregyházán inkább az országos átlaghoz hasonló mértékű volt, a megye átlagához képest ez közel kétszerese. Itt a válások kapcsán ugye elhangzott, hogy a COVID-járvány hogyan és mennyi mindent befolyásolt. Azóta rengeteg újabb intézkedés látott napvilágot. Előre látható már, hogy milyen irányba fogják mozdítani a válások számait. Gondolok itt ugye a rezsiárakra, az élelmiszerárakra, a benzinára, tehát minden bizonytalanságot szül itt az emberek között. Hát erre nehéz előre bármit még megjósolni is. Egy biztos, hogy akár a COVID-járvány miatti nagyon megváltozott életkörülményeink, vagy akár az ön által említett jelenlegi nehéz gazdasági helyzet, a rezsicsökkentés és a különböző intézkedések hatása, az mind kihatással van a párkapcsolatoknak a stabilitására. De azért ezek nem rögtön egyik évről a másikra jelentkeznek, tehát azért ez egy több éves adatsor alapján mutatható ki egyértelműen, hogyha volt is, vagy lesz is ennek hatása. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!